Hát, csodálatos délután kívánok mindenkinek. Szevasztok, szevasztok, szevasztok! Belenézünk egy kicsit az öreggel, hogy Hangulat. mi a Egy amerikai helyzet. élő. Anyát, picsáját. Na, szóval belenézünk az öreggel, hogy mi lenne a téma, a fülött téma. Na, csapjunk a lovak közé. Megnézzük a Matthew bácsival, hogy mi a helyzet a városban. Jó rég voltam az öreggel. Itt az ideje. A szuprát meg jól elbaszták. Nem baj. Megszokhattuk. Nem téma, fürött téma. Viszlát neked rendszer, jövök ezzel a nagy testtel. Faragjuk a rímeket, erre mindig rímel, hogy matekból meg nem szerettük a rímeket. Most ennyi. Na, neked aztán itt kell megállni út közepén. Jaj, elő kellett szedni, hol a rákba van. Akkor mondom, kereső kéne majd a sok autóhoz, bazd meg. Ja, tudom. Na mi a helyzet, fiaim? Hogy vagytok? Szevasztok! Üdvözlő a főnök. Na, hogy vagytok? Minden rendben van, minden rendben van. Na, magával minden rendben? Hát igen, igen, jártam erre, gondolom kicsit behúzom a kis testem, hadd érzétek a szagát. Érted? Jó kis benzinszagban, jól haj, meg minden van. Azt hiszem, ja, 10V40-es szemvédzset ettem. Kis üzéval. Szevasz, Bátyás bátyája! Csodar, csodar sajtot. Nem izúva. Csodar sort? Jó étvágyat, jó étvágyat. Segíts már rendőrbának, jó étvágyat. Persze, ja, már segítek, nem, ismerem is. Éppen itten meg szerettem volna mutatni az autómat a bentét úraságnak. Ha. Ja, hogy ezt vetted, vagy ezt most? Aha, aha. Ja, hát mondjuk picikét. 200, kibasz, hogy 280 ezer dollár volt. Legalább ami sört hoztál magadta? Na látod, azt sajnos nem hoztam, de legközelebb gondolok rá. Nem megyek, cső. Cső. Ja. Megnyugodtam. Aha, ott történik az élet, szerintem büntesben. A szerelő tud nekem segíteni. Az a kamionos, az kicsoda, vagy miért állít keresztben, nem tudod? Fogalmam, mint csak igazából nem volt ott. Benzinkézem az autóba, most vettem telefogjálatnak, vagy esett üres. Hát barátom, akkor elfutsz ide a benzinkutra, az veszél magadnak benzin. Benzin? Jó. Ja, ja. Gázolajat, üzemanyagot, ahogy akarod. Na, az állít az élet azért jó, ha? Megnézzük, hogy még mindig bogaras ez a köcsök ped. Azért nem járok most már nagyon az öreggel, mert bogaras, nem tudok vele szerelni, lefoglalni, semmi lófasz.
Na, a bontás már megy legalább. Na jó van. Á, nincs talán még rádiót se. A csóró kurva életbe. Nagyon szuper! Ordunk 76, nagyon szuper! Haladunk. Otthon is ilyen szar idő van egyébként, hogy Bécsben szakad az eső, dörög, csattog, villámlik. Minden lófasz. Egyébként. Föl kéne menni most már lassan a Lee bácsihoz is. Mindjárt kicsapunk valami rádiót először is magamnak. Az igen. Na, ha rájöttél, fiam. Egy kicsit lepakolgatunk. Haló? Ami a telefon, testvér? Megyek a főpublikba mindjárt egy perc. Itt vagyok a helyzet. Csoki már megint. Hajjaj. Miért rakja külön azt a mézet, ami már van? Azt mondjuk nem értem. Na mindegy. Megnézzük a srácok mennyire tartanak rendet, tárolóba, stb. Jézus Isten. Fú, de egy rohadt szar idő van. Be van párásodva minden. Kegyetlen. Már megint a kupi van a tárolóba. Ja, tudod fönt a telefon, de hülye vagyok. Telefon, rádió, mi kell még? Ennyi, két kaja, öt, szóval. A srác már kamion vezet, de hogy kell használni a benzines kannát? Azért nagyot megy a srác. Minden rendben, főnök mestere. Hát, hogy nézem a tarolót, megint elég ocsma anyu, hogy tartok. Az igen. Na jó vagy, he? Jó vagy, uram? Hát, jól bevettem a hátra. Na vigyázz, nem ilyen ökröket, bazd meg, hihetetlen. Hát nem igaz. Jön neked, meg is méred meg jogosítvány. Na mi van, lefutlak ám? Megtankolod nekem az autómat? Na te, megtudod te is. Itt park az a BMW. Nyomjad. Atya Isten, menjünk szar itt van megint. Baj, átpakolgatunk egy kicsit. Hát a C-sarkot azt most nem rakom át. Ott belerakod az 1-2-3-4-es zsebedbe. Utána oda mész a kocsihoz, rágondolsz arra a zsebedre, ahol raktad, az ennyi. Utána meg rágondolsz az erre. Megtankolod nekem? Nem tudom. Tankod már meg, na hát dehogy nem, ott van a kezedben a kanna, körbejáron az autót, hunk kell megtankolni, rágondolsz az ára, amikor odaírja, az kész. Nem biztos, hogy az emanyag nyílásnál kell megtankolni. Nem engedi. Na pedig, opa, külne neki.
járt körbe az autót, úgy, ahogy izé, zsabertben vagy a kezedben van az a szar, azt ahol kírja, hogy gondolja az árra, ott kell megnyomni. Többi a jó fizsű cokallod van, hely. Na vizet kéred, vagy mi a helyzet? Nem kérem, nincs itt semmi? Nincs. Ó, na felugrok a Lee bácsihoz, eljössz? Na vargyal, de nem ezzel. Ó, hát ilyennel nem megyünk oda, hogy a rangsülön. Nem, hogy segítjek ki. Hát az, öcsém, akkor egyéni szociális probléma, nem tudok velem csinálni. Nincs helyem az a bal. Ez meg nem van tisztelve ez. Jól látom. Kurva anyját. Na vargya. Az a baj, dagat vagyok, az abban ruhában nem tudok szerelni zsé. Félretos menni? Szóval egy pillanat csak öntök bele a kis lónya alatt. Ez jó egyébként, hogy megcsinálták, hogy a helikopterekből is. Havarod mellett ült el a városból. Kicsoda? Matya havarod. Jó, az unokaöcsém. Hát ő... nem tudom. Kacsácskám, szevasz! Na nézd alá, légy szíves. Köszönöm szépen a... próbálnál meg követést. Barátom, oda mész, amikor a kezedben van az a kanna. Körbe arra az autót, ahol gírja, hogy á, ott lehet megtankolni ennyit. Ezen kívül nem tudok valamit csinálni. Hát akkor... körbe-körbe. Megpróbálod nekem? Kínra szedted, és annyi is lesz. Ha mondjuk jó, nekem, hát nekem se írja ki, hát akkor jó. Akkor azzal nem tudunk mit csinálni. Megnézem. Motort, meg úgy a popet. Egyébként csak így reklámoznám, hogy elérem az 500 követőt akkor. A barátom van két szép ládad. Mi várok gyalog a helikopterrel? Nem tudok ott leszállni. Mindjárt megtankolom, várjál. Nem tudod tesé, nem tudod tesé, hagyjad. Bogaras. Jó. Közi kézlépen király vagy. De megnézzük azt a négy gyereket, nem? Nem voltam nála már hónapja. Zé, az unokatesod, zé, a... bocs csak, hogy van olyan, ez tennapi maradt fizére. A... tudod, az etközök. Igen, igen. Nálam, az a baj. Aha. Majd lerakom majd, jó? Jó van. Ebben már le is füstölt a heli, bazzak, hihetetlen. Bazzak, tök jó heli volt, ez ment 260-at majdnem, de behozták ugye ezt a korlátozást, aztán 240 ez is. Régen egyébként egy éve kb, amikor még benn volt a használt kell a városba. Ja, hát miért villámlik. Ezeket hoztam be a sorba, és ilyen adták érte 25-es autókat, már annyira jó volt az a heli annó. Behoztam egy heli 10-ért, adtak érte egy 25-es autót, hát tök jó biznisz volt. Jó, nem sokat hoztam be, nyilván egy 3-at talán, vagy 4-et maximum. Na, elég jó, ki van hova az autópálya. Nem látok semmi nagy balhét. Látom én is. Úgy, hogy a régi haverom ez éppen le van tétva ezért a sok rövöldözésről most éppen. Nem hordhatja fegyvert. Az igen.
menni. De az, az éppen nem tudják elintézni a jó, értem. Zöldeket éppen. Kéne találni valami jó hajtóernyős versenyt majd. Nem tudom, valamit majd kitalálok rá. Szavaz Jet Li. Na, anyád. Na, megnézzük a... Mit nem veszünk bótot? 500-ért van benne az X-re, te adja úristen. Kemény azért. Tatsun 5-10 az jó ritka. Nem olyan jó, sajnos. Jó kis Tesla, hát nem veszi meg senki. 1 millióért az autó kere, istenem, gecc. Áááááá, bassz meg. Nem tudom, ezek mit akarnak, vagy... mindegy. És akkor még oda is írja, hogy... autókeres. Hát durva. Hát nyilván semmi nincs benne, amit vennék, ilyen japán autókat keresek, de sehol semmi. Na, megjött a kurva eső is. Na mi van, srácok? Szálltokra itt ma a lányok? Na mi van? Minden rendben. Mesterek, lopják a kocsiját. De aztán mire engeded meg? Hát... Ha nem sok em... No, ide akartam beszélni, bocsánat. Ha nem sok embert látni még itten. És én még ugyan nincsen csúcsfogalom. Jó. Az a baj. Ránézek az ejtőernyő készletre is. Múltkor néztem meg, hogy 150 darab volt. Az nem sok. Mennyi a helikopter ez? Mennyibe kerülne ez a helikopter? Hát ugye 10 pp-s az ilyen 5 millió, tudod? Ja. Okay. 200, jó van. Ki kell adnom, hogy az eltérni, hogy árasokat, mert elég jó. Ottam vagyunk. Azt a kurva, mi történik itt már? Szevasztok! Nagyon szépen köszönöm az újabb feliratkozást. Szevasz Tibikém. Minden rendben kicsit. Felnézek a városba. Így, elég régen voltam, így hosszabb időt. Csak a méhekhez ugráltam föl. Aztán... körbenézzük egy kicsit rendben, akik a srácokat. Hosszabban majd még vasárnap leszek, hát holnap meg szombaton még meló. Aztán majd vasárnap délután még, vagy vasárnap késő, vagy ezekor este még leszek. Hát meg is jöttem kicsit az öregpedbe.
így egy kicsit azért más a szerep, meg a sztori. De hát itt nálam nem fogtok látni nagy lövöldözéseket, meg semmi extra, szóval. Nagyon sokat. Jobban megéri ez a helikopter, ez mint ugye a 25 kínai pénz. Na persze, sokkal, sokkal, persze. Sokkal több, jobban másik, ugye 180-nal tud menni. Hát, hogy idegszek mindig normális embereket fölvenni, nyilván néha ide is becsúszik egy-két ökör. Hát, nem lehet mindent kiszűrni. Oszta! Eltűntök a gerítések, kurva. Oszta a cipőpata! Na, neked is a fogarat kéne már mosni, akkor délután még jövök. Egy kis pénzt! Anyám! Az ilyenek, atyaisten! Kéne rakni egy kis... Mondom, itt nem lehet felvenni az autót, csak leadni! De az meg süket vagy? Mi van, Zsori? Itt vagy? Itt. Na, jött az Zsori mester is. Szia, te vagy a... szia. Ja, te vagy az a... lenyomott, mellőrözött hajú, te vagy a... na, vargya. Gyorsan írjatok már az évetővel másik férfi nevet. Zalán, te vagy a Zalán, ugye? Majdnem, Zoltán Erikának testé. Zoltán Erika, na értem, akkor te vagy az Erik a Zoltán. Így van. Tehát te vagy Erik a Zoltán, értem. Erik, aki a Zoltán. Na jó, van, én ebbe belekeveredtem. Mint én a este örök anyátok a dunyába, reggel nem bírt kikelni, ajszit röptem az agyomat. Jó lenne egyébként ide egy öreg csaj karakter ilyenkor. Az da, hogy vagy fiam, mi az az új verda? Be kellett újítani. Majd da. Írtok, majd ilyenekkel járkálnak. Ilyen jó kerestek, bazeg, azt a kurva életbe. Hát, aki dolgozik, az keres. Hát én nem dolgozok, akkor is keresek, csak nem találok. És aki keres, azt talál. Így akarom mondani. Gyerekek, ilyen Bang energiát ne vegyetek, ez kurva szar. Kinél rá egy kis eszembe, nem tudom, melyik közök érne rá legjobban. Hát én nem érek rá, hogy lehajolok. Zsoni. És mi is kell, bár szerelés? Igen, szerelés kéne. Megkérhetlek. Oké. Köszönöm. Meg kijöttad a Véna autóhoz fehérbe. Na, ugyaj már, izé. Öli kupi van a tarolóban, majd a srácokkal rendeztesd el, légy szíves. Jó van. Meg majd néztem az ejtőernyőt, 300 darabot lehet csinálni, azt is ki lehet madalogatni, ezeket van 100 darab kesztyű is, mert hát most már tudod, ezt a tapasztalt szerelők tudják. 100 adagnyi láda is. Na, hát akkor nyugodtan ez 6 embernek 50-es éve ki lehet adni nyugodtan. Meg lesz. Ugyanúgy mi a helyzet, minden rendben? Minden rendben. Nem rég dobott haza a busz. Jó, az az izé, a retro burger, amit rendültetek. A retro burger? Melyik? Várjál. Olyan régen néztem ide be. A nap út alatt. Alkatrészeket azért hozogassák, vagy mi a helyzet? Ó, persze, hogy. Ó. Láttam, azért elment 100 kesztyű hip-hop. Elám. Szerintem még mindig nem javították meg azt a kesztyűt. Még szakadtan is lehet használni.
Olyó. Tibikém, gyere bármikor nyugodtan. Vasárnapi csapatépítő, egy kicsit azért hangulatosabb lesz. És csak ilyen lazába itt el vagyok még egy-két órát kb. Aztán hát az a baj, hogy kijött a Diablo 4, és ezt nagyon nyomni kell. Úgyhogy... Úgyhogy ja. Mondjuk még a Hektort lehet megvárom, mi 6 után lesz. Megnézem a kecóját. Zakikám, nem akarsz egy kicsit csinálni, egy törnyőt? Csináltam. Megcsináltam az 50-et. Jó, tényleg. Bartya, akkor megnézem itt a okos telefonban, ki lenne még alkalmas arra a pozícióra. Itt vagyok. Köszik, mindjárt fizetlek. Mire? Mire? Egy törnyű. Gyártása. Ennyek? Mindjárt applikációra kiírom, várj egy pillanatot, kérlek. Szerintem küldjük el majd Tupit is. Tupi még nem tapasztalt szerelő, még nem tudja csinálni. A ládát se? De ládát tud. Na, ugye? Egészségedre. Köszi. Kriszt is lehetne akkor, vagy a... Bundás bácsit elküldjük. Ahogy a picsába, ne valamit csináljon az is. Tobb bácsi is, ha van kedve. Tobb bácsi is csináljon. Hát, nem tudom. Ha lenne rá ideje. Ja, nincs neki rá, szerintem. Jaj, Zakikám, ha nem szoktuk mi így magunkat hirdetni. Mondhatok valamit? Persze, mondjad. Tegnap volt itt ugye a kisgyerek, és ugye a szerelőket ütögérte csak. Hát rá kell hívni a rendőrt, azt majd elviszik. Itt volt, múltkor itt volt az anyjuk is. Aztán de kiderült, hogy mondostál a Tupit. Az igen. Van, fiúk, minnyáj jövök. Majd elfelejtettem fizetni. Menjél nyugodtan. Ó, de nyugalom van, te kurva élet, legalább nem megy fel a vérnyomásom. Ja. Hát jövök mindjárt. Oké. Na, Locksmith úr, ha van kedved egy kis pénzt keresni, akkor már szóltan egy 50 darab ejtőernyőt össze kéne varni gyorsan. Hogy kinek? A Locksmith úrnak. Jó, végül is ezt most meg tudom csinálni, mert pont étkezek. Jó van, hajrá, akkor nyugodtan csinál csak. Nem sürgős, amikor ki van írva, az olyan 2-3 napon belül legyen meg, tudjátok, azt igazából ennyi. Jó. Mindjárt, akkor már kezdem is. Jó van. Le kéne adni a mézet lassan. Hát, jössz, lepakolgatom ebbe a kocsiba. Aztán majd leadom. Napot.
Ide jól szakad, genyó. A kurva eső. Na nem baj, hát azért ülünk itt. Na. Igen, a számolni majd, hogy mennyi az a méz. Bár igazából a pénzösszegből majd kiderül, vagy meglátjuk. És 8-a van, 10-a, 12-a körül szoktam leadni. Anyám, hogy esik az eső. Nem zavar bele egyébként? Nem halljátok az esőt? Lassan a játékot hallom. Nem hallom, fejhallgató. Egy kérdés. Na mi a helyzet? Hogy akkor kicsit fejjel forros, Uriembe. Mondjad. Ja, az, hogy akkor bemenjek Flying Devils-es cuszba, tudod, amikor eltűnjük. Nem kötelező, csak a rangod legyen abba, érted? Ja, jó. Bolyázat, Uramski, szia! Jó napot kívánok. Jó napot kívánok. Gyere, ne itt az Ardó bajom, mert jön valami ökör, aztán kivasad. Igaza van, tökéletesen. Mondtam, öreg vagyok én már, ezért ed. Igen, jó, oké. Arról van szó, hogy a klubnak most lehetősége van arra, hogy ilyen szerelő ládákat rakjon össze. What the fuck? Azt szeretném megérdeklődni, hogy $1000 per darab szerelő láda érdekelnie önöket. Tehát, hogy vennének-e tőlünk ládát. Hát, egy darab $1000 lenne, de hogyha többet rendelnek, akkor persze ugye van ilyen úgymond akció. Na most én ezt nem igazán értem, megmondom őszintén. Igen, nem tetszik érteni. Tehát a klub tud összerakni szerelőládát. Igen. És mi azokat el szeretnénk adni. Igen. Egy darabot $1000. Tehát, hogyha ugye rendelnek 300 darabot, ugye akkor az 300 000. De mivel, hogy a 300 darab ugye a sok, így lenne rá valamennyi akció. Az, hogy így... Hát az a bejön. Szép napot. És akkor, mert tudjuk, hogy a szerelők is tudnak szerelőládát csinálni, de akkor viszont nem kellene a szerelőknek ezzel foglalkozni. Hát jó, csak az ezen jóval többet keresnek, érted? Hogyha? Hát a saját maguknak csinálják. Hát nem tudom, mert én úgy tudom, hogy nekik az előállítás 1002-ben van. Tehát, hogyha tőlünk átveszik, most mondok valamit, 300 darabot 800-ért, akkor plusz $400 marad még nekik. Na, én azt értem. Tudom, hogy 1002-ben nem, most ezt nem tudom most hirtelen megmondani, de amúgy te adsz, azt én nem tudom oda berakni a hivatalos kereskedésbe, tudod? De be fogja tudni rakni, mert ez teljesen legális, és szerződésbe áll a klubban. Hogy mi van? Ezt be tudja rakni. Ezt nekünk a, hogy mondjam a nevét, főnök Józsi mondta. Hát ez nekem maró érdekes, persze. Igen, mert nekünk ez megvan, meg lenne engedve. Tehát, hogyha mi ebben látunk fantáziát, mert ugye a klub tagságából szeretnénk inkább a legál felet óvani a történetet, mint illegál felet, érti? Jaj. Hogy miért éri meg ez nekünk. Tehát így farmolgatjuk a ládát, és akkor abban a klubnak van pénze. No. Akkor nem rabolgatunk, meg embereket kirabolgatunk, meg ilyen marhaságok. Na, hozzá egy darabot, hadd lássam, hogy működik. Jó. Érdekelni önöket, mert még... Figyelj, nem tudok egy előre mit mondani, erre egy darabban nézzük meg, hogy működik. Aztán jó, közi. Jó, akkor fogok, mert egyelőre ez most úgy vegye, hogy ez egy felmérés a részünkről, hogy van rá igény. Mert eléggé drága ebbe a befektetés piros pontokba, érti? Ja. Mennyi nagyjából úgy? A piros pontok? Ja. Hát... Mennyi lenne a maguknak ez a
a munka éppen? Hát mi, hát szerintem ugyanaz, mint önöknek, csak mi valami olcsóbban kapjuk meg az alapanyagot. Ezt nem tudom mi. Ja, oké. Most nem akarok ugye hülyeséget mondani, ahogy mi tudjuk, úgy maguknak 1200-ben jön ki egy láda, és nekünk pedig 600-ba jön neki a láda. Hát azt én most fájba meg nem mondom neked. Jó. Tudunk annyiba maradni, hogyha hogy én megosztom önnel a telefonszámot, és hogyha megosztom önökkel a telefonszámot, és hogyha önöket ezt átgondolják és érdekli, akkor dob nekem egy üzenetet? Persze, csak nincs talán telefon egy pillanat. A fiatal emberrel szerintem, szerintem veled megosztottam. Valiát? Még nem. Még nem? Nem. Nem, srácok, a tárolóba kéne majd rendet rakni. Részünk még csak na, egy érdeklődés, hogy megéri-e nekünk ezzel foglalkozni. Hát, megmondom őszintén, szerintem nem. Hát, csak úgy éri meg nektek, ha kikerülne, hogy a tőlünk az a megvételi jog, ami mindegyik szerelő a megvételi jogát, és ugye csak nálatok lehetne, hogy a törökendőt, zséni. Na jó, de az meg úgy ma hogy néz ki, érted? Nem. Mi nem akarunk, hogy hívják ott, tehát a piacot elfoglalni ezzel, de hogy is, Isten ments, hát nem vagyunk annyian, hogy, de te vagyunk annyian, de nem fog ezzel mindenki foglalkozni. Tehát most akkor meg a város marad láda nélkül. Na persze. Nem, Isten ments, tehát dehogy is, nem akarjuk mi. Mi azt akarjuk, hogy ugye nyerjünk rajta mi is, hát nyilván ugye, meg nyerjenek rajta önök is. Tehát, hogyha most 1200-ben van maguknak a láda előállítása, és oda tudnánk adni 800-ért, vagy még mondjuk kevesebbé, de most számoljunk 800-at, akkor szerelőként, ön ládánként nyer 400-at. Most érti? Na, persze, persze. És mi nem akarjuk azt, hogy az egész város tőlünk vegyen ládát, meg szerelőkendőt, meg ilyeneket, tehát nem szerelők akarunk lenni. Ez nekünk egy plusz lehetőség, hogy ne kelljen rabolgatnunk, meg embereket kifosztani, de mégis legyen a klubnak pénze. Értitek? Persze, persze, értem. Jó, legyen szíves, gondolja ezt át. Szerintem még be fogok jönni pár nap múlva, mert még mi is ezen bacilánunk, mert sok piros pontba kerül a rendszer kiépíteni, és hogyha már 100%-osra tudjuk, hogy lesz, és mennyi lesz, és hogy lesz, akkor még be fogok jönni, meg fogom keresni önt. De hogyha ön is úgy dönt, hogy igen, érdekli, már most így előre tudja, hogy érdekli, mert utána jár, hogy... De ő mondta neki, hogy nem éli meg. Az előállítás, stb. Stb. Akkor legyen szíves dobni nekem egy üzenetet. Na persze, mindenképp. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Legkisebb vasárnap válaszolok. Jó, jó. Én nem tudom, mikor leszek párosban, ezért mondom, hogy inkább üzenetbe tessék nekem. És ha klubból jön még valaki, aki ugyanígy ajánlatot tenne, akkor már mondja, hogy velem beszélt. Jó, jó, jó. Bécivel beszélt. Tehát ennyit kell mondani, és akkor ő már fogja tudni, hogy... Jó, rendben van. Köszi. Nem kell rabolja az idejét, jó? Jó, köszönöm szépen, hogy meghallgatott. Ambar, nagyon szívesen. Remélem, hogy önöknek is megéri, és nekünk is megéri, mert igazából ez nem nagyon a cél. Viszont no, látásra, további jó munkát. Ciao, ciao. Szevasz, Tomikám! Hát, szia! 1001 éve. Hogy vagy, öreg harcos? Basszus, szerintem azóta sincs olyan ember, aki annyit itt volt nálunk, mint te. Vannak most is ügyes, meg jó srácok, de... Ja, bassz van ezzel szarra. Hát az ilyen néha, tudod? Na végre.
Meg vagyok Tomikám, semmi extra munkaszüneti nap van itt osztrákba. Aztán azért érek most így rá. De egy-két óra, két és fél, aztán megyünk diablózni. Oda is jön majd a társaság. Aztán hát toljuk azt is. Lesz, aha, nyomjuk. Nyomjuk, de majd a hat után csak. Ó, bazd meg, rosszat hoztam. Iszonyat. Hát mondom, ez egy játékipari meghatározó játék a Diablo, tehát az MMORPG-knek a királynője kb. Jó, hát nem most találták fel a kategóriát, de mindig is, meg hát voltak talán nála olyanok is, akik, vagy amik jobban kiaknázták az RPG-ben lévő lehetőségeket, viszont mindig is ezt fogjuk tekinteni etalonnak, hogy úgy mondjam, és mindenki ezt mondja. Az IGN teszten is nagyon-nagyon dicsérték, tehát brutális, tehát annyi időt bele lehet fektetni, hogyha az ember minden kis apró dungeon-t meg akar csinálni, sidequesteket, rettenet, nagyon-nagyon sok idő el fog menni rá. Egyébként iszonyatosan sok idő el fog menni rá. Hát New Yorkban nagy plakátok vannak, Oregon államban, KFC-kben, ilyen diablós zacskóban adják a kaját, meg tehát elképesztő cuccokat láttam a netről. Hát én hiába nézem a videókat, akkor se értem meg. Hogy a Lilith, meg a Mephisto, meg a Bál, meg a... Tátya úristen. Kik vannak, meg miért vannak. De hát ja, érdekes. Van egy nagyon-nagyon tömör, vagy kettő nagyon-nagyon tömör videó magyar nyelven. Hát, ja, lehetne, de hát tudod milyen az a vidék, sajnos. Én most voltam otthon múlt héten, és meghökkentő, hogy milyen árak vannak otthon. Te atya, úr, isten, gyerekek. Egy Monster Energia ital közel 800 forint. Srácok, itt kint, osztrákban 1 euró. Ha akcióban van, akkor még 1 euró alá is becsúszik az ára néha. Tehát miről beszélünk? És mondják is egyébként, hogy az alapvető élelmiszereket leszámítva az osztrák kaja olcsóbb. Az alapvető élelmiszer az itt drágább, hogyha átváltod, de a többi az olcsóbb, ami nem alapvető élelmiszer. Ez nem gyenge, és erről most már nagyon sok videó is jön ki, meg látom azért az embereken az elkeseredettséget, a szomorúság. Olvastam olyat is, hogy szeptember környékére államcsődöt jósolnak, meg atya úristen. Ebből hova lettem, nézem? Hát ez remek. Vagy nem ebbe pakoltam, de ezzel jöttem, akkor ebbe van, na mindegy. Hát igen, szomorú a helyzet. Na, belenézünk, hogy mennyi méz van benne, hogy esetleg véletleg eltűnne, akkor legyen róla a videónk. Így né. Clip captured. Jó. Valahova raktam még, de hogy hova? Na mindegy. Ó, azért a csatrogaj még azért rápecörög. Hát most megszeregetjük, ami esetleg gányosabb. 95% alattiakat esetleg, hát ezt még mindig nem jutották ki.
Hát ezt megértem. Hát mondom, voltam otthon múltkor is, és elképesztő, te atya úristen. Kurva életben, hogy jaj, bocsáss meg, ezt a vockot akartam megrugdolni, mert az a helyzet, hogy rajtam van ez a... Hogyan mondjam, na, hát olyan dagadt vagyok, hogy nem tudok tisztítani, meg semmi. Basz ki van. Az egyik F5 is a csávok. Jó, jó, van, menjél csak. Jó, Zokikam, gyere már, ezek gyűnnek, mint az oroszok. Jó napot kívánok. Én csak jöttem segíteni az embernek ott. Meg tudja javítani a kocsit esetleg. Jaj, anyám. Oda befüllett az időt, atyaisten. Ja, szóval tényleg így, most nem önmagamat ismételve, de amit otthon láttam, ez meg. És nem voltam otthon sokat. Egy szombatot, meg egy vasárnapot kb. Meg elmentem Pestre bulizni. De hogy nem ittunk meg, nem ettünk szinte semmit, és hogy... Egyetlen. Képesztő. Meg olvasom, meg nézek ilyen autós tartalmakat rengeteget, és ott is mondják, meg írják is már, hogy az autó piac is beleállt a földbe, tehát pak, kész, deal. Nincs autó eladás, nem tudsz autót eladni. Van egy barátom, ő most 1.300.000 hirdet, egy 7. generációs Accord Type-est, ami a híres K20-as blokk van benne, 200 lóval szívó benzin, tehát igazából nincs egy turbó, meg kettős tömegű, meg semmi, tehát még egy viszonylag tartós konstrukció, és 1.300.000 nem tudja eladni. Tehát elképesztő. És nagyon-nagyon viccáron van, mert kint ezek az Accord Type-esek sokkal drágábban mennek, sokkal-sokkal drágábban. Inkább négyszer ennyire. És egyszerűen nem tudja eladni otthon ilyen olcsón sem, mert egyszerűen nem vesznek az emberek autót. Akinek kellett autó, az már megvette magának. És meg hát akinek fontos volt, az vett magának. A többi meg kivár most addig, amíg be nem szakad a piac. És ez most egy darabig így lesz. A lakással nem tudom mi lesz, lakásokkal, mert ott is azért elég szar a helyzet, viszont ott annyi van, hogy kiadni mindig ki lehet a lakást, mert arra meg óriási kereslet van. És azt látom, hogy lassan tényleg csak fűtésre, meg kajára fognak költeni ott az emberek. Ez a brutálisan szar nézni. Ajra imádom ezt a vackot, te Isten! Igen, viszont ha belegondolsz abba, hogy valószínűleg hamarosan elkezdenek bedőlni ezek a... Fölvettük a 20 milliót a két gyerekre, meg a háromra, a 30 millió, nem tudom mennyiket, és hogyha mondjuk nem jön össze a gyerek, vagy különböző okok miatt nem valósul meg egy gyerek, ők ezek mind be fognak bukni, és le fog menni a lakás ára, mert a piacon sok lesz az eladó lakás, hogyha ezek babaváró, meg csok, meg tököm tudja, miket föl nem vesznek, érted? Aztán, ja. Most mi is ilyen házállás témában voltunk nem régen, és ott is az volt, hogy kértünk volna 2 millió foglalót a 13 milliós házra. És mondták, hogy ők nem adnak annyit, nem tudnak annyit adni. Mondom, akkor a másik 13 milliót, vagy 11-et, vagy 12-t, honnan akarod előszedni, ha 2 millió foglalód nincs meg? Tehát így ne akarja házat venni, könyörgöm. Mert nekünk is jó lett volna az a 2 millió, hogy egy másikat megvegyünk. Viszont mi is csak akkor vettük volna meg a másikat, ha a miénket fixen megveszik. Ugye én addig nem akartam zsebben nyomni, hogy ezt a 2 milliót kifizessem egy lakásfoglalóra. És hát így. Így nem lett eladva, miket szokunk se.
De jó, nem vagyok rádió. Indult. Köszi, köszi, jó utat. Na, de aztán cíges sem ennyi. Mindenki. Mit kevereg itt az a Nissan GT-R? Ez nekem már egy gyanús. Itt van egy 90%-os, az még maradhat. Annyira nem vészes. Hát jó van, már ez csak 80. Azért ezt már kivesszük. A picikét. Nem olcsóbb a vidék sem, mert a boltba, tehát egy vidéki Lidl-be ugyanannyi a kenyér, mint a pesti Lidl-be. Tehát igazából ezt majdnem, hogy én sose tartottam észszerű állításnak, mert a boltba, tehát mondják, hogy izé, dik javít az öreg, hogy olcsóbb vidéken az élet, olcsóbb a faszt, messzebb van a bolt. El kell menni a boltig. Míg városba felugrasz egy helyjáratos buszra, vagy vonatra, vagy hévre, vagy villamosra, és ott vagy. Jó, Magyarországon nem sok villamos van, mert Pesten, meg Debrecenben kb. Talán Szegeden nem jártam még, ott nem tudom. De hogy ott leugrasz a boltba, és ott vagy. Tehát nem kell üzemanyagra költeni, nem megy el annyi idő, meg ilyenek. Ez nem igazán szerelődött meg, ugye? Mi a helyzet, fiam? Nem, való. Jó kérdésem van, hogy egy ott hátul hol lehet előhívni az autókat, ugye ott van az önsorak? Ott csak lerakni lehet. Igen. Meg még egy úgy szeretnék kérdezni, hogy nem lehet ide jönni dolgozni? Hát az vizsgalapot kell írni, meg komoly vizsgálatot kell tenni, nem olyan egyszerű az. Hát ja, mondjuk ez igaz, ja. Hát ja, érdekes téma ez is, de mondjuk engem az a veszély nem fenyeget, hogy házat vegyek postanába. Igazából annyira nem is akarok otthon lenni semmit. Teljesen így kifele orientálódok. Hogy ez a turam? De hello, emlékszel rám? Hát, sokat iszok mostanában, úgyhogy sajnos nem. De baj, de belütöttem, itt az a lényeg, még veszek fel alkalmazottat? Hát mindig veszünk fel. Tomiga! Mit voltam régen? Kedves egészségedre! Jönnék vissza. Uh-huh. Azt a kis nevelet elarulod nekem? Hát, én voltam itt a Norman. Milyen Norman voltál? Nagy. Az mennyit voltál itt? Hát, majdnem egy kettő hetet. És sokat voltam itt, egyszer találkoztunk. Hát a kettő hetet nem mondanám soknak, már van olyan kolléga, aki itt van fél éve, meg van olyan kolléga, vagy volt olyan kolléga, aki 7-8 hónapot itt volt. Hát a kettő héttel, hát nem tudom, hogy vissza vagy alak-e. Megérdemled szerinted? Hát te tudod. Való, jó napot! Hát ez az. Hát ez, hogy most aki itt volt egy hónapra, szívesen visszaveszem, de aki két hét után elugrál innen, azt annyira... Megyek vissza ehhez, ne, nem biztos, tudod. Jó, hogy gyere Martéka. Na jó, akkor nem figyelj ide. Applikáción azért írjál rám, jó? Azt akkor megdumáljuk gyorsan. Jó, jó. Na beszélni kéne az Alikával is, akkor egy gyorsan egy vizsgált, meg én azt igazából ennyi. No. Aló. Na te vagy az a rapper, ugye? Elkészítésű. Igen. Jó. Az igen. Jó napot.
Viszontlátásra. Addig a Tomi. Szia, mondom, írja, aztán beszélünk. Na, oké is. Csöcső. Szia, szia cica. Halló. Szia cica, van gazdád? Vicsdálom ki, te kot, ne haragudja. No. Visszaj. Vissza, el van inkább. Szia, te vagy az a... Hogy hívnak téged, te vagy a... Szia, Tupi vagyok, te jó. Mi a kedvenc számom? Tupi. A kedvenc számom 520. Te most jöttél az 520-asra? Nem, annyi a kedvenc számom. Mi, mikor nagy ha kezdeti? Hát te meg látogat, hogy szereted a farhátot. Jó, jó hasonló. Hát öcsém, a farhátot szeretném, nem így néznék. A farhátot szeretném, akkor úgy néznék ki, mint te. A farhát legjobb. Ja, ha dolgoznom kell. Én 100 kiló vagyok, csak mondom. Jó neked. Tudom belevülni már a rákba, jöge. Elektronyos ez hely? Igen, igen. Igen. Atya Isten, hogy megy. Hát én jobban szerettem, ezt nem kell tankolni. Csicsi. Azért jó. Meg amúgy nem. Jó, elmegy a szétesek oda nézni. Jó, jó, jó. Na még abban vagyok így zsírozva. Oké, oké, nem tudom mennyibe megy az ilyen 1-8. A haverom mondta, hogy papíron le vannak a papírozva. Úristen, mennyire elszállt a fenyegetők. Én, amikor utoljára... Na, azt másrél rá nekem, gyere csak. Na mondjad, kérlek, mi a helyzet? Oké, az FIB-s csávó, igen. Azt mondta, hogy ezért a HES-nek ugye fenyegető papíron formán, ezért lassan ugye az el lesznek törölve ők a városba. Azt a kurva eget. Ezért halál, ezért 70 évet kapnak a börtönbe. Az igen. Éppen csukás. Szerencsére. Az kemény. Az a kurva. Szerencsére. És nem intézték el volna, akkor másokkal el kellett volna intézni. Jajajajajaj. Tomi, bazzak, hát be fogok húgyozni, de egészségedre. Energiata vagy víz? Víz. Hogy a kapcsolatok. Biztos rászálltak volna rájuk. Mesterek, átvesz egy pár alkatrésztől? Mit van ma meg? Hát nem tudod leadni te, vagy mi van? Na, vagyok gyűjtő, úgy hallottam maga gyűjtő. Ja, el szoktam gober hallgatni azért. Na, azért gondoltam, megkérdezem. Egy pár dolog egyébként. Mi? Hát persze. Még? Sokan voltak be ebbe a 14 órát. Jaj. Mi a szép autója van, uram? Köszönöm. Van, persze vannak, még menjen nyugodtan. Jaj. Aj, kocsim, hol van, hely? Adpakozz ide, vagy ő. Jaj. Figyelj, menjünk le az útról, szerintem rábasznak. Az biztos. Geci! Azt a kurva! A jobb kis szabály, he! Jé, bazd meg! A kurva élet, bele megijedtem, te hülye! Láttam. Na mi van, neked csak ilyen teleki harod van?
Ez csak ilyen szemét szedő. Jó, értem. Jó, de bátáltam már megint a kurva életbe. Csak ne a szívet kezdjen el fájni. Azért lett faj. Addig a jó még van. Meg érezzük, hogy fáj. Tudja. Jó. Melyiket Tomi a kis elektromost? Parasúton kívül mindent elrakok. Jaj, úristen! Mondom, én fáj a hátam. A keze is úgy látom. Az a baj, becsipődik a hátam, azt akkor ilyenkor ilyen idegrángásaim vannak. Jaj, na, jaj. Érted? Ha persze. Persze. Előbb fertőt? Na, már megnézem a hordót, hogy itt vagyok. 80% körül van, én nézegás. Jó. Hát is pakolta? Oké. Persze. Gó volt ma? Igen. Ahol. Raktam mindent is. Hát az gyors volt akkor-e. Van egy pár dolog ezek. Ja. Na, mivel tartozom? Ahogy érzi. Hát én úgy érzem semmivel, zia. Na, nem ennyi. Mondom, várjál, mert be van alva a hátam. Várok. Jaj. Na, most jöttél a 6-20-assal, ugye? Vagy melyikkel jöttél? 5-24-assal, jó van? Az 5-24-assal jöttem. Köszi. Bementem itt mutka, azt valahol autópálya alatt jöttem ki, baszki. Kemény volt. Jaj. Ez a piros motor ki? Ó, Mityu bácsi, hát ne vigyáld el. Dehogy is. Na, megnézzük rajta a hajtást, a gyújtást, az ülést, a lámpákat. Olyan ajánlatokat kapok erre a felkáros írás. Milyen Ferrari-ra? A Ferrari 488 LB. Jaj, tehát öbte fel? Aha. Hát olyan ajánlatokat kapok rá, hogy inkább nem is. 15-as PP-s a kocsi. Én kérnék érte, vagy egy Brabus, vagy egy valami Audi. Olyan ajánlatokat kapok, hogy mennyi, mondom, ott van benne az árba, vagy a hirdetésbe. Hát ha nem tudnak most.
ott van benne, hogy nagyon megcserélném Audira vagy Brabusra, de akármit meghallgatok, akármire nyitott vagyok, kereselem bizalom. Ilyenekek írnak, hogy mennyi. Hát. Vagy. Ennyi, hogy csere, csak csere. Csak kizárólag csere. Így van. Meg új motor kapok, most komolyabbak lép. Na. Jaj, te atya isten, jó, hogy mixeráltam, te drága kenyér. Ihe, szia nagymama, meg vagy? Hát ez kicsit banisztad, fiam. Na jó, de bab csipődve álltam. Jaj, gic. Napot kívánok! Bőrzat, elő! Érdeklődés szintén vagyunk itt most elhelyezkedve. Hát nem itt van a sminkmaster, pedig... na, az biztos. Hát ez nem smink, ez pizzaliszt, mert sokáig konyhán dolgoztam, és a pizzát mindig itt pörgettem a fejem fölött. És értem. A liszt, és rajtam maradt, mert magas volt a páratartalom, és rákeményedett az arcomra. Értem. Viszont most az a helyzet, hogy mi szeretnénk flexelni, mármint nem azzal, hogy milyen autóink vannak, hanem hogy rendesen egy ilyen koronggal szeretnénk. Igen. És hogy ezt hol tudjuk esetlegesen megtenni. Hát szerintem megbord bőzítés olyan sehol. Ajjaj. Mondtam nekik, hogy nálunk ilyen munka, bocsánat, hogy beleszólok, mondtam nekik, hogy ott a csávónál ilyen munkavége, mi kezdtünk le, most elmennek az ilyen roncs kocsikó. Ja, de guberálni tudtok, persze. Ha így van, guberálni, ha így van, csak az lehet, szerintem flexelni nem is lehet. Hát elméletileg lehet, mert hogy van flex is, hogy jó, azzal lehet valami. Nem. Kanyar, ez nem is működik. Nem működik, nekem volt otthon kanyarfúróm is, meg, meg minden ilyen, na, kerékleárasztő, meg minden ilyen speciális szerszám, meg gép van otthon, de igazából nem, ez csak ilyen, na, van aztán, tudod. Egy csodálatos vétegnyitást hallhattunk Brigének köszönhetően. Köszönjük. Na, fiam, még egyszer légy szíves. Ha itt vagyok, hova menjek? A kék hangról beszélek. Jó. Igen? Tudna jönni egy kicsit? Hát, mondja. Harmandókám, nagyon jó a Diablo. Undorítva jó. Jó iska. Hát attól függ, hogy melyik rádiót. Arra gondolsz, hogy per rádió, aztán bemásulsz egy YouTube linket, aztán ennyi. Elindítod az kész. Köszi, hello. 1500 lesz, szia. És most ezért miért engem kellett elhívni? Hát azt én is értem. Hát mert ez egy szigorúan titkos információ volt, és most ha ezt elmondanád nekünk, meg kéne, hogy jöjjön minket, érted? Ez a helyzet. Téged nagyon szívesen. Jó, minden ide. Még nem is tudsz mindent, amit ma mondani fogok neked. Na jó, na, azt mondtam. Ez egy hosszú nap. Szerintem akkor mondj itt a tején, találkozunk, na, és onnan ledoblak. Na köszönjük szépen az információkat, és akkor további szép napokat kívánunk. És azok gyertek nyugodtan, bármikor szívesen látunk mindenkit. Na rendben, köszönjük már szépen. Te vagy az a izé, nem az a... Na, hogy hívdok téged? Na tudom, mert szerintem te benn vagy az én telefonomban is. Az biztos, hogy bent. A Vinetu vagyok. Na, mondom én. Ez így igaz. Csak úgy néző ki, mindegy európai cigány, az mégis izének. Tamponfejű. Aha. Ja, ezt most eltaláltad, mert pontosan cigány vagyok, ez a helyzet.
Az igen. Akkor nem csak a szaglásom se, jó van. Ez így igaz. Hát na, ez hozta a jövő és a sors, úgyhogy ezt az utat kell most taposni, én így gondolom. A mazitlab nehéz lesz. Hát, de nem lehetetlen. Na, azt nem mondtam, azt nem mondtam. Na jók legyetek. Na, menjetek, vegyetek kászit, azt menjetek guberálni. Jó pénzt adunk érte. Még lehet, hogy az is lesz belőle. Mondom, jó pénzt adunk érte. Próbál még itt taktikai megbeszéléseket kell tartunk a mai nappal. Na, halló. Ciao, szevasztok. Jó napot kívánok. Jó napot kívánok. Nitrót lehetenek kapni? De természetesen. Egyet lehet venni? Hát ott tudsz a bal csinál, ott a kamionra nem tudsz, mert az nem is 160-at. Jaj, jaj, 160-nak kell mennie? Így van, elvileg 160 fölött lehet csak használni. Jaj, 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 gyakorlatban is, vagy csak elméletben? Hát vigyelj, ha neked megér egy tesztet, akkor vigyél nyugodtan, de szerintem csak gyakorlatilag. Ja, kipróbálom aztán. Hát 110-zel tud, ha aztán nem megy, akkor berakom a rendes kocsimba. Jaj, jaj. Egyet azért veszek, köszönöm. Na, jó van, hajrá. Mennyi az? A 7500 össze. És hol van itt valami bácsi? Ott van, ott van. Ott van. Én nem értem vezetkedni, van kiírom, hogy csere, másik kocsira. Ott koga írja, hogy szia, mennyi? Hát mondom, ott van benne a címben, hogy mondom, cserélem, nem eladom, hát, csere. Azt írja, hogy csak csere, aztán talán, akkor nem ír annyi hülye. Oda írom felkiáltó jellel, csak csere. Köszi, köszi, sziasztok. Szevasz, ciao. Hát szerintem szét fog neki robbanni a kamion motorra, belátolja a nitrót, de hát jó van. Csak is csere, odaírt a már sok hülye ember van. Hova jutott ki a világ? Ez rossz hallani. Mi? Mit rossz hallani? Nem fogyok egy kosok. Na, figyelj, topikám, gyerek, így adok neked egy kis feladatot. Na, csak nem megyek, bátya. Nem tudok annyira sietni, mert becsipődött a hátam megint. Baj, akkor én is megyek lassabban, jó? Na, jó van. Na, mi az, kocsi? Na, akkor így, így már jó. Jó, jó, jó. Na, igen. Na, figyelj csak, 50 szerelőládát meg kéne csinálni, jó? Na jó. Azt kiírom akkor applikációra is, aztán meg vagy vele. Akkor majd nyomja rá egy zöld pipát, légy szíves. Jó van, jó van. Na jó. Nyugodt, figyú, amit mi írunk ki feladatot, meg az ilyen kraftolások, az mindig beletartozik a munkaidőben. Hozz bele számoltad nyugodtan. Jó? Úgyhogy ez beletartozik, nyugodtan legyél. Jó, jó. Akkor megyek is egy szerelő ládáig. Meg majdnem nincsen gondolom. Azt hittem már nincsen. Ugye, öreg, itt vagy? Na mi a helyzet? Mi a helyzet? Mi a helyzet? Kérdezi kolléga. Az eltűnni készítésből, ugye, azt is szolgálati időként. Jaj, bocsáss meg. Vezetni, vagy nem? Nem. Persze, hogy szolgálati idő, már kiadott feladat. Persze, mindenképp az, persze. Megnézem, van-e fönn community manager? Hát nincs, szuper admin, Chris. Akkor applikáció, megpróbálok keresni egy community managert. Majd. Most csak a panda van, őt nem nagyon ismerem sajnos, de
Megpróbálok majd egy olyat megkérdezni, hogy nem-e kaphatunk pedet egy-két órára majd vasárnap. Na jó, eltűnt mindenki. Megint. Na mindegy. Ez az, egy kis ingyen pénz. Ezt már szeretem. Jó napot kívánok! Excel és a BMW. Na rendben van. Az anyám, de jó rendszámod van. Igen. Jaj, na mi történt ezzel a járművel? Győzhetett belém jött. Micsoda a gőzmozdony? Őszakasz. Ja. Na, visszaigazítom, mint akkor a klímacsöveket. Hűtőcsöveket átnézem, nincsen repedés. Nem eszi varrag. Nagyon szépen köszönöm, uram. Szívesen. Nem eszi varrag valahol a hűtővíz. Úgy látom, hála Istennél. Látnézem itt a vanosszelep környékén tömítéseket. Ez még szokott tereszteni, sírülni. Első főtengely szimmeringnél szokott olajat ereszteni, de minimális szivargás van ezzel, még elmész. Az még egészséges. Adnézem az akkumulátor környékén a kábeleket. Érintkezőket. Magában vannak? Hát, srácok futkoznak mindenfele. Van, aki szerelőládat csinál, van, aki ejtőernyőt csinál. Uh-huh. Azért vagyunk persze, csak van, aki esetre ment ki az előbb. Uh-huh. Éppen. Egyiket elvitte a Krishmanó. Na, belül is artisztiktam kicsit a gépjárművet. Ah, törögetem a műzervalat, kormányt. Óracsoportot szépen. Jaj, dodát megnyomtam véletlen. A lampakapcsoló is rendben van. Parancsolj, kérlek szép. Köszi szépen. Parancsolj. Köszi. Szép napot, szervusz. Na, csókolom. Jó napot kívánok, szia! Mi a panasz? Hát a maga járvásai problémája, így csak át szeretném festetni. Az az első. Na, hallgatlak. Egy fehér festőt szeretnék tettetni rá. Fehér. Parancsolj. Ez így van. Köszönöm szépen, és ezeket a lámpákat itt a tükör fölül. Ezt vegyük le, ha? Igen, igen. És annyi lenne az egész. Hoppa, parancsolj. Ez az. Mennyi lenne? Na, megmondom neked őszintén, fingom. Nincs, megnézem a táblázatban, jó? Egy pillanat. Nézze csak, nézze csak. Utalás vagy készpénz? Utalás is jó lesz. Rendben. A 327-es járattal jöttem. Oké. És aztán mondja meg nekem, mennyivel áll. Tű, bazzeg, nagyon drága arat számoltok ki neked.
Hát figyelj, hogy 10-asban megjegyezünk szerintem. Nagyon szépen köszönöm, uram. Köszönöm, köszönöm. Én köszönöm. Parancsolj, kérlek szépen. Köszönöm szépen. Szép jó utat, hello. Viszlát. Jó napot kívánok. Szia. Egy szerelés lenne, és egy mosás. Már tízem is, ha megengedett, csak kicsit lassabban már. Be van csipődve a haltam, az alubirok menni érte, majd beszerok úgy faj. De valakinek dolgozni is kell, érted? Most kocs állam, hiába fizetem a TB-t, nem csinálják meg a haltamat, érted? Kurva anyukat. Hát. Kömenne majd a önkormányzathoz, meg a HMS-hez majd panaszt tenni, hogy na hát azért ma 45 éve dolgozok, fizetem itt a nagy TB-kat, azt semmi. Hát mondjuk a szégyen. Az a baj, uram, hogy szerintem ez nem az én szégyenem. Na, hát nézem itt a kábeleket, nincs valami egérrágás. Nem tapasztaltál valami hibát az autóval mostanában? Na. Már mit lát itt a szerelő úr? Még egyszer kérlek. Már mit lát itt a szerelő úr? Hát csak kérdeztem, hogy van-e valami esetleges panasz a gépjárműre, ami miatt esetleg beosztaltok, de nem igen láttuk én sem semmi hibát. Nem rakta meg anyást, mondjuk ilyen magasra nem igen szoktak már főgyűnni. Szerencsére nem. Meg hát nézem hátul a olaj, mi a szarom az, na a viszkóházat itt hátul. Az meg le kell feküdni, arra meg erre gondolok, hogy így, no, nem arra. Így, no, így, beküldöm azt nem egy kicsit. Ezt megnézem itt a differenciál háznál, hogy nincs olajcsöpögi is, megnézem a kipufogót, fél van erre, akkor normális, hanem meg öt bele a göcsög rendőr. Aztán azért átnézem itt a fékvezetékeket. Hogy né. Stabilizátorról szépen fél van rakva, szilentek nincsenek kilazulva, nincsen kirepedezve. Jó. Nem rossz ez, de gumik is jó állapotban vannak, ahogy nézem. Hát igen. Jó, hátam meg beszakadt, bazd meg. Segítsek. Jó, Istenem. Jaj, most meg úgy maradtam, te kurva élet. Iha, segítsek. Hát azért talán, mindjárt hátam, elindítom itt a masszír funkciót, amíg áttisztítom a gépjármű belsejét is. Na jó, jó. Ó, de jó. Na, így egy kicsit letakarítom a műszerfal tetejét. Kormányt átnézem, áttörögetem. Aztán a orrocsoportot is leportalanítom, kormány tetejét. Nem tudom, senki nem takarítja amúgy, na mindegy. Na. Jaj, véletlen megnyomtam a dudalat is, na mindegy. Másik dudalkat kéne nyomogatni, na mindegy. Hát, na igen. Igazam az öregnek. Jó, de jó, az a hat masszír. Na, jó, van, ki is kapcsolom. Ja, mennyire adod nekem bírba ezt az autót kölcsönőrökbe? Mert a hatan... Nem tudsz olyan autót még, amiben van izé? Hat masszázs. Hát, most így hirtelen nem nagyon talán, nem tudom, talán 6x6 mercibe. Na majd utána nézek, köszi. Na, ennyi, mennyire tartok? Hát egy darab 5000-est kérnék szépen. Mi a bankszám a számod? Azt mondja, 327-es járattal jöttem. 3-26-es. Jó. Nagyon szépen köszönöm, uram, szép napot kívánok. 27-esre. Ciao, szia. Hello. Azt a kurva élet, picsoda gépjármű. Ja, nagyon jó. Egy szereltetést kérnek szépen. Már intézem is.
Na, kérlek, tisztelettel. Belenézek ebbe a csodálatos motortérbe, előzze egy kettes vízforralóhoz. Ahogy látom, kicsit ki van lacúva a pótkerékhez, vissza lehúzom. Közben majd egy darab 5000-est kérnék szépen. Tessék? Közben majd egy darab 5000-est kérnék szépen. Oké. Okay. Antjövök, ahat nézem a légszűrő házat is, leveszem, megnézem, nem rakott bele valami mókus diót. Esetlen magyarót. Nem költözött bele a szomszéd Juliska nénének a mufja. Csendes, áztató eső érkezett. Nagyon jó. A lámpakábeleket visszahozítom. Vesztőre a sérült kárpitot? Persze. Király. És kokain? Hát, ne arra, hogy azt nem. Oké. Okay. Na, áttörögetem a motorra, ha azt erőled is. Jaj, de jó lesz itt ez neked. Na figyelj, van nálad izé? A vargya azért. Na gyere csak, figyelj ide. Van nálad azért egy kis izé. Tudod, na, tudod. Nem szó, hogy van. Na várja nekem, hogy a telefon zalmat adja. Micsodát? Tudsz még szerezni többet is? Persze. Na, akkor egy telefon zalmat adja, azt beszélünk később. Oké. Hol lehet megnézni az saját telefonszámot? Hát, ha belemész a telefonkönyvbe, azt akkor át tudod droppolni nekem. Ott van a tetején egy ilyen kockában egy nyilacska, azzal át tudod dobni. Ja. Három, öt, öt. Dobd át, izé. Úgy, na várja. Dobd át. Van az, ahol ki van írva a neved, ott mellette van egy kis karika, az át tudod dobni. Köszi. Jó, azt beszéljük a srácokkal, mert lehet, hogy nagyobb tételbe kell, majd ilyen 100 darab körül, nem tudom, azt akkor még ma kereslek, jó? Te vagy az a Diaz, hogyan volt? Igen, az vagy. De vagy a Diaz Emanuel, vagy melyik? Nem Skára vagyok. A Diaz Emanuel. Diaz Emanuel, ugye? Az a 355, 2145. Az vagy akkor te, ugye? Igen. Ez vagyok, igen. Jó, uram, közi, intézkedek, jó? Beszélek a srácokkal, aztán... Akkor szólok. Sérült kárpit? Az 250-ért tudom átvenni darabját. Oké, de eldobom. Mennyi dobjál be? És akkor annyi olcsóbb a szerelés, jó? Király. Dobjál. Hozzá. Például a türelmeret, akkor az kettő darab, akkor egy 500-asan olcsóbb a szerelés. És akkor így 4500-et kérek szépen. Igen, majd mehet abból. Köszönöm szépen, uram, szép napot kívánok. Csáó, szia, jó. Jó napot. Szavaztok, pillanat, Teslás urat segítek neki, ő volt előbb. Ja jó, rendben, addig beállok oda, uram, hozok még szuper. Egy árgány. Srácok, tud valaki segíteni? Szeretnék kérni rá egy spoilert. Igen. Hát annyi 48 ezer keret. Abból jöjjön, hogy valahogy jöjjön meg egy spoiler, egy festés, egy neon. Az bőven ki fog jönni belőle. Mennyi, milyen festést szeretnél rá? Nem az én autóm, hanem barátom, csak ő most nincs itt. Hát... Mindjárt pillanat. Halló, Jojo. Ennek jó, a gyere, légy szíves. Ennek a bánatnak milyen festés kell rá, szerinted? De nincs itt, bazd meg. Bevett egy izé, tudod. Mindegy, lesz narancsáról szorom le. Fekete alapú lila.
fekete alapon lila. Ezt nézzük meg, hogy fekete alapon nézzük lila, hogy jó-e. Szóval van egy ilyen lazacunk, aztán majd keresom a lilákat, mert elég nagy ez a katalógus. Aha. Azt nekem meg ma szar a szemem hozzá, érted? Azt nem igen lehet. Ja, hát igen. Színeket, na. Az a helyzet, akkor szeket jó lenni a szemem, mikor este 16 óráig sütött ilyen barbecue-ba sütött pullet porkot eszek vacsorára, meg a Mariska néni ráül a tövére, tudod, na, akkor szokott jó lenni másnap a szemem. Ja. Na. Amúgy mindjárt jön barátom, itt ír telefonon, hogy mindjárt jön. Akkor meg várjuk. Persze, várjuk meg a biztos a kedvé, hogy ő fogja tudni, hogy milyen szín kell. Oké, rendben van. Na, akkor meg a BMW súroz egy pillanat. Jó, rendben. Főnököm, tudunk majd beszélni? Na, mi a helyzet? Mondjad. Csak annyi, hogy melyik Casco mennyibe kerülne itt. Hát, az kigő nekem számon, ez fájban nem tudom. Tisztelettem, uram, egy pillanat is. Szia. Kinyitom. Pillanat. A nagy, de ne elgarázzálkodjanak a rossz emberek. Persze, egyértelmű. Meg majd itt a hajókért. Jó. Figyelj, megoldom, hagyjad. Várjál. Igen? Hát, na nem oldom meg még se. Várjál. Beszállok és akkor... Az a baj, olyan dagadt vagyok, hogy... Az a baj, olyan dagadt vagyok, hogy a izé... Nem érem el azokat a kéziszerszámokat. Na meggyütt a pista, balon pista. Na most már jó, uram. Na, köszi szépen. Na, leállítom ezt a gyönyörű 787 trillió rólerős gépjárművet. Milyen faszom, hideg pinát nyomnak? Nem bele tudja kicsit tiszélni itt a... Na. Hideg pinát nyomnak! Nem veszek addig pénzt az ólnak. Ahhoz nézem itt a fék vezetékeket, az üzemanyag vezetékeket, üzemanyag pumpát. Leveszem a légszűrő házba, belenézek, megbízom a légszűrő állapotát. Na, az rendben van, menj már vissza a helyedre. Na, úgy. Aztán annyivik a másik légszűrő házat, és lepattintom róla ezeket a kis csipászokat. Behajtom a burkolatot. Kiveszem a légszűrő szivacsot, ott nézem. Azt is visszaraktuk, ugye? Nem tudom, meg külföldre. Ez 10 piros pont. Na, kormányt átnézem, az rendben van, a lámpákat végigkapcsolgatom. Adok rá a gyújtást. Jó, rendben van, elakadás jelző is rendben van. A biztonság technikai párrendezéseket átvizsgálom. A letörögetek itt belül is. Mi a fasz ember? Hát nem is láttam még. Egyszer parancsolj, kérlek. Köszönöm, uram, meg még ugye ő lenne. Persze, intézem. Mennyi lesz a kettő? Bocsánat. Egy darab 10 000-es. Egy pillanat, uram, hogy egy modrát. Várjon, uram, adom egy pillanat. Köszönöm. Értem, jó hangzik. Parancsoljon. Jobb, mint azok a világító szarok szerintem, amik vannak, úgyhogy ja. Ez ilyen, hogy megy. Köszi. Na kérlek, tisztelet a vizsgálom a biztonsági technikai berendezésüket. Biztosíték táblát átnézem, nincs valami esetleg kiégve. A lámpákat főkapcsolom. Ezek rendben vannak. A lakodási jelzőt megnéztük, ez rendben van. Váltó rendben van. Kézifék rendben van. Üzemifék rendben van. Aztán kormány rendben van. Még egyszer a lámpa, tolató lámpa, tökéletes. Parancsolj, kérlek. Köszönöm szépen, uram. Na gyere, Uramszki, gyere. Na, figyelj csak, az a helyzet, mindjárt megnézem, hogy állunk ezekkel a csaszkókkal. Csak nyugodtan. Az a helyzet, hogy 10 nap múlva jár le egy, és ha ő nem hosszabbít, akkor lesz csak helyünk. Értem, jó. Oké. Okay.
a 18-an gyártani vissza, hogyha érdekel még, és akkor tudok mondani többet. Jó, mert akkor jár le a következő. Jó, persze, vissza. Van egy azért limit nekünk is, hogy mennyit engedünk, és az a sajnos be van most állva. Jó, nem baj. Még annyit kell majd a prióra, majd megnézni az RGB-ket, és elfesteni egy másik kocsit. Jó, egy pillanat az úrnak kiadok egy gépjárművet, azt állítva, jó. Kösz, kösz. Az úr, az impizsik óta nagyon rossz helyen áll. Hallod, megy már a lip, szolós. Szolós. Felsőzom menni. A sarven. Gyere onnan, gyere onnan, gyere arrébb. Na, szóval, hogy... Hogy kéretem? Várja, mire én megtalálom, barátom, kérje nyugodtan. Na, hát akkor adhatsz pár autót. Te zájba. Aztán, hogy hízé, hoztál be egy... kinézetet. Hát ez már régóta. Régi? Ja, régi, ha. Saját nagybátyám vagyok, tudod? Na, hol a faszomba van ez a szar? Lefoglaltak? Nem, az előbb pakoltam ki onnan. Mindent. Hány, hány oldalautód van neked? Kettő és fél. Azt a húrra, geci. Most én nem lehetek ki, komolyan, de nekem ma kereső kéne, ez én öreg vagyok ehhez ma. Na, Supra, VRX Camblock, Civic, XMS Audi, Riata, 350Z, Remus, Nissan GTR, a Hammer Limo, Longfin, az nem tudom mi az a hajó, aztán van egy izé, Robogó, GTR 50, Zombie Bobber, Evo 9, RX-7 Love, terápiaharó, kis repülő, nagy repülő, városi lófasz, Outlaw, Liberator, azt mondja, hogy a alkatrészes kocsi, a koponyás motor, Z Silvia, meg a busz, na várja, honvan, akkor az első oldalon lesz. Azt mondja, Mark visz az a hajó, a Buccaneer Custom, Hondás 2000, NSX, Acura NSX, FF Civic, Fordra bugó, MX Pandem, Datsun, RX-7, Tesla Model, X, de az a RX-7 GSE. Városi. Nem, az a GSE, ez teljesen más. Ja. Arash Classic. Mátyás, esetleg rádió vagy? Nincs most a Matyika. Te is jó vagy, öreg. Merre vagy? Mindjárt itt vagyok a garázs előtt. A segítség kellene, köszönöm. De várja már, jaj, várja, kedvencek között van, ha de hülye vagyok. Azt mondja, Erik szét vele szajt. Na itt van-e? Már eshetem én a másik három oldalon, ugye? Aha, várj, én most látom, talán a hasztak útra, geci. Baszolok, haszárul néz ki. Meg van még az a 350Z Pandem, meg egy Honda NSX egyedibe. Aha. Hát kicsit gyengúz, de hát én nem azért vettem, hogy jó legyen. Kösz. Nincs mit, szerbusz. Jó. Jézus pacom, ekkora dagad gecit nem észrevenni. Na kurva anyátokat, azt a rak nem viszel, te buzi geci. A négy lámpád van, mégse látsz, meg persze. Kurva anyát, te rühes kurva, te. Jó, még a tükröt is megfejelem. Szia. Csó, szia. De mondta, hogy csalába szó. Mi a helyzet? Jó, mi van itt, gyerekek? Éppen. Mi a helyzet? Uram, segítetek valamivel? Öreg. Jó, mi a helyzet? Én megcsinálom ezt a motó. Igen. Nekem ott a túriember RGB-t kódot szeretne beolvasni, ehhez meg én nagyon nem értek ám, mert ez nem egy egyszerű. Hát, én sem tudok, na. Na ez akkor... Hát azt tudni kell előre az RGB kódot, érted? Na ez az. De most itt hiába nézem meg, itt a tabletünk, ez nem ugyanaz, amit a külső applikáció kéne bemérni. Soha nem csinált
oktató videót se látok róla, szóval ezt nem, nem tudom. Bár miért nem tudok észre, hogy hogyan kell. Én úgy szoktam, hogy... Úgy szoktam, hogy izé... Várja. Figyelj, de van rá. Meghallgattok, na van rá egy olyan trükköm, hogy szoktam hozni egy ugyanolyan autót. És ugye, majd a családi autó, akkor ugyanilyen színben van, vagy valami. Vagy ezt ide mellé rakom, mindegy, hozok egy teljesen másmilyen autót. Az a két autó. Igen. És akkor a fehérre köll ez a piros lila. Igen. Jó, hát ez tök egyszerű. Ez kurva egyszerű, te. Hát ez tök egyszerű. Hát beleütsz a kocsiba, megnézed a festésen, hon van az a karikána. A karikánban hon van a pötty, meg az alsó sugáron hon van a karika. Aztán azt lefotózod magadnak. Meg megnézed, milyen gyöngyház van, azt rálkod a passzátra, azt ennyi igazából. Na megpróbálom. Jó, megoldom, jó. Uramadnak tudna segíteni nekem? Persze. De ha meg izé kell RGB, akkor még a passzatba kell beleülni, meg kell nézni ezen milyen gyöngyház van. Hallott tesom, 24-30. Na akkor megvan. Ma csak a gyöngyház kell. A bihelyzet ez a két kerekűvel. Csak egy szerelés lesz. Na hát is nézem itt a kis motort, nincs esetleg olajfolyás. Kipufogó fő van rögzítve szépen. Melyik számra mennyi? Azt mondja, 327-es a rajtszámú, de szeretnék majd kérni 5 darab ezrest. 327? Igen, igen, határozottan. Elküldtem. Nagyon szép, hát ez csak egy 500-as lett. Ja igen, ó, vissz. Persze. Nagyon szépen köszönöm arra. Hülye, nézzük meg egy lánygyújtót, tudom. Valakinek egy ilyen gyújtója amúgy kölcsön. Itt, valaki. Öngyújtó, most. Hogy miért? Van egy nagyon finom illatgyertyám, öngyújtom, gyufám, nincs. Így erre ma eszméltem rá, így hogy van. Jó, de atyóisten. Na, még jó, hogy behoztál a motor megnézetni, mert a powerzel be volt csúszva. Ki, az nagy baj. Hát az eléggé, amúgy igen. Na, rendben is vagyunk, parancsolj, kérlek. Nagyon parancsolj, uram, szép napot kívánok, szia! A gyereket meg főnyomjuk, mind a szart. Az a baj 52 000 így. Azt tudjon, és nem tudom kiszámolni gyorsan. Amúgy hallod? Jaj, az LSCD-k! Jaj, melyik rendőrség van még, amíg dolgozik?
Yeah. Nem, ők szerintem nem drogoznak. FBI talán. Köszi, hogy minket választottatok. Ha. Rájöttem most a taktikára, bazdmeg. Elmegyünk dolgozni, a csóró gyereknek amúgy csak a külsét csinálni. Rudolf, itt vagy? Bazdmeg, motorulnak semmi nincs benne. Amúgy beletettél, tudod, rájöttem, melyik előtt ennyibe, bazdmeg. Hát, ha csóros hallottad az elején, hogy be, azt mondja, hogy beleteszem a turbót. Rudi, Rudi, Rudi. Fent valaki a rádió? De mi az a tubika? Kész van, raktam a pipát. Köszi, király vagy. Csöveket, az is tökéletes állapotban van, megnézem a hűtő tartályt, akire csavarom úgy a kupakot. Ez ahhoz benzima. Halló. Itt ő, már csak amúgy 20 darab ertőernyő maradt, szóval. Jó, van, jó. Ja. Jó pácsát. Ügyes vagy. Hát ügyesen szerel. Úgy. Köszönöm, hogy minket választottál, hello. Na, azt mondja, vannak itt. Átmegyek, átmegyek, a rádió 500. Ja.
Persze. Ja mindjárt előveszem itt a kezembe a telefonomat, mondom előveszem, megvan. Már is számolok rá, jó? Oké, nyugodtan. Apu, tudom, hogy te vagy öreg. Hello, szerelésre, szorulna. Oké. Ura, benszél 25 ezer, tudom használni, megfelel? Megfelel. Egy kedves számot legyen kedves. 592. 592 van is. Igen. 25 ezer. Akkor már voltak a szabadoló szobában? Nincs rá idő az volt. Áj, már voltam. És jó? Én is voltam. Nehéz, nehéz. Köszönöm szépen, uram. Mi is voltunk kedden csak. Oda mentünk és a harmadikba láttunk, így álltunk úgy közben. 8 perc kijutni, elmondom nektek. Én, hát én egy barátommal voltam. 3 órát ott kilóttam. Az első szintről nem jutottunk. Írtam egy felsőbb hatalom, azt mondja, hogy nem vihetlek ki, mondom, várj, állj meg, nehogy eltűnj. Ha mondom, 3 óra hosszája itt vagyok, a léci. Ja, azt mondja, az más, akkor pízlek. Az igen. 45 perc a hatalom. Mi is írtunk egy engelt. Ugye tonnal voltunk, csak ugye az annyira elkezdett hisztizni, behisztizett, hogy nem tudunk kimenni, nem tudtam koncentrálni. Minden kódot megfejtettem addig az első szintig, jó, nem volt még. De kapta a pénzt, uram, ugye? Elkítem. Igen, meg. Köszönöm szépen, ha van még alkatrész, jöhet. Oké. Bármi. Hallod, Fütyi? Nem mondja. Szóval visszat. Ha ezért adom BMW, a családi kocsi vagy a gyereké? Igen. Azt mondta, hogy családi kocsi. Micsoda? Azt mondta, hogy családi kocsi. Azért bontasz, hogy hova rakom. Hol, korábbi munkák, hello. De azt mondta, hogy családi kocsi az a BMW. Azt mondta, hogy családi kocsijuk, azért megy tovább a Hightage-be, passzatta. Hát én fektem neked, hogy bontsd el rá. Igen, és hol van a BMW? Köszönöm. Hova raktad a BMW-t? Na. Hát most vittem el a tubba a körre, de azt hittem, hogy a gyerekeim, mondom, akkor megveszem. Reggel. Jó van. Lenne is kérnék, uram. Mi a kedvenc szállam? Hát a szar, vidd innen máshova. BMW-ket nem szerelünk, arra van az ajtó, szia. De hogy is te jön, mi a helyzet, uram? No. Véletlen volt. Már véletlen, mindjárt hozom én is a kis... Te csak... Tudom a BMW-ket én is, de... Tudom a BMW-ket én is, de... Ez az egy, ami normális. Te csak fücskel őket, mindjárt hozom aztán. Mi a kedvenc számod? A Men in Black-be elvisznek, majd csak figyel. No, a kedvenc... Kedvenc számom, a telefonszámom első 3 számjegye. Az a helyzet. De ne izgulj, ja, nem kell ezt neked kifizetni. Hát de én kiszeretném. Ha nagyon kiszeretnéd fizetni, akkor ide fáradsz a két szép bufó kis lábaddal, belenézol a zsebedbe, átadod a pénzt, aztán ennyi. Hát érted? Kecsi, ennyi van, na. Azért akartam utalni, de tessék valami. Nagyon szépen köszönöm, uram, ez a jelentősen elmarad a fizetéstől várt összegér. Na, de mindegy. Az a helyzet, hogy le van törve a motor használható nyitó kallantyú. Ugye faszomba szerelem, én azt most meg nekem. Elméletileg kinyílik. Hát elméletileg gyakorlatra mennem. De van nálam, de kell. Azt nem kinyítennek pedig. Hát sajnos nem. Igen, bocsánat már. Egymás mellett van. Az a maga gondja, maga a szerelem. Az jó van, akkor gázrugdalom, mint a tűzfalat. Kenyőre is marad, tehát. Na lebújok ide, átkötök egy-két kábelt, hogy itt balesetet számvegyen az úr. Én akarom mondani, hogy minden biztonságban legyen. A ABS szenzort megnézem. Na, ABS jeladó, rendben van itten. Matyás, hol van, hát? Hát szabadságon van, hely. Vasárnap gyűn. Azt mondom, hogy te ki vagy a múlva. A Matthew bácsi. De jobb sokkal lejjebb. Micsoda? Matyinak a nagybátyja. Ja,
De az a gyerek még ma fejezze be a pörgést, már behányjuk ide az autódba. Ne búgass már a szar BMW-t, há! Na. Bizonyos a klinikai berendezéseket advizsgáltam. Biztos itt egy táblát advizsgáltam. Kormányosztó, nem lötyög. Lampak, rendben vannak. Jól vagy? Ott... Ki mondta, hogy ne zugasztam a szar BMW-k? Parancsolj. Én. Ezeket mik van? BMW-k. Na akkor? Nem, hát az BMW-e. Tiéd, ez egy fos. Jó napot kívánok, nem tudom, hogy egy jó kocsit eladó. Ide se foszom. Bontató gépjármű a kereszteződésben. Megyek. Terepjáróként tal. Pista! Na, gyere kicsit ide, légy szíves. Mácsokra hajössz a családi vérvonalra. Aha. Na. Igen. Így már másra hajszer. Na csap ki te is, menjünk egy kört a főpublikba, gyere. Várjál már. Állj arra, hát ennyi volt nagyobb. Mit csinálsz? Városi pénzfa. Piroska, bá, gyere bá! Jó, hogy miért látna rózsderbizni rajtuk? Nem, úgy rá átmennék az összesen, van ott kint, ez a fája, voltál már ott kint? Persze. Bács basztom a versenyemet múltkor, azóta nem megyek oda. Ez kurva jó van. Hát az úgy... 93%. Persze. Vagy? Na jó van. Akkor hétvégén majd felmegyünk. Azaz, azaz. Vagy a Master úr, várjál már. Nézzé. Mi van a drift autóval, nem tud jönni. A vadállat. Na, szóval lett. Jobb van-e? Csak ez a kis dömpár. Sokkal többet érvezni, mint akár még Ergé. Na persze. Micsoda vityillók vannak itt, azt nézem néha. Rá lehet mondani a tetejére. Ez várja, te nem a Krisz vagy, Csár? Micsoda? Az már vissza. Nem a Krisz vagy. Nem, Matthew bácsi. Én kaptam. Vágom, meg ismerős vagy, csak most úgy fogom. Tudom, hogy mit akar. Jaj, kösz. Jaj, de kurva élet. Az a mély vizet, az... A vízbe. Na, az kibír... A vízbe, akkor elpusztul a dudád, és nem jól tud meg ezt. De te várja, kibírja, hogy az a vizet? Ha mész egyfolytában, nem állsz meg. Aha. Jó. Ó, nem gyó, zugrató, nem gyó. Na, nincsen neki alja, hát átbaszás. Az az jó, amelyik a hidató átugratja, az jó, azt próbáltam.
Várja, pisto! Figyelj ma, ott van az a tóna, az a hidacska, oda át lehet ugratni fölötte. Mit szólnál hozzá, ha én odaállok a hidra, azt átugratsz fölöttem, azt rakok egy fasz a fotót róla, mit szólsz hozzá? Mehet. Na mehet. Gyere, gyere, gyere! Azt a kurva élet, Jézus Mária! De a bálok oda hit... Duda egyet, ha már... Hát, állok ide, hidd, hogyan dudálja? Ez igen gyors volt. Aj meg, aj ma meg. Bazd meg. Arja, lassabban gyere, lassabban gyere. Lassabban gyere! Lassabban gyere! Lassabban gyere, kicsit, ne ugrass akkorát, lassabban gyere, csak éppen ugorj át. Alakul, csak nézzük meg, ha még lassabban gyűsz. Ja, na, így, na, izé. Még lassabban próbálj meg jönni, és akkor nem ugratsz el olyan gyorsan. Aha, amúgy jó lesz. Fönt vagy a rádió? Vagyik, ha nincsen. Ja, oké. Jó. Gyere, gyere, gyere. Onnan, onnan, jó. Oj, de kurva jó lett. Nagyon jó lett. Várjál, most hátra felé megpróbálok egyet, de nem hiszem sikerült. Na, hajrá. Jaj, jaj. Az milyen kemény lenne, hogy visszafelé csinálná egy képet. Ez olyan, mintha arra ugratták. Jaj, jaj, jaj. Jó lett abban, hogy ki is raktam applikációra. Köszi szépen. Dik a vadállat, mit csinálsz? Jézus Mária. Hát abban baj lesz, ja. Hát ezt most itt hagytam, letámasztottam hát. Na én is azt. Szép lett volna. Na gyere. Lefoglaltak, akik kell oda hozzátok, az jó van hát. Valami is olyan bírt a víz. Kurva jó az a gép, azt kéne szedni az összes embert, akinek van ilyen, azt elvenni kocsikát. Kurva nyat lehet, ha ragudatni amúgy. Na várja, én a lefoglaltból kiugratok vele, rohadjak meg. Hát fölfelé tudom. Kibírsz, kibírsz. Azt mondod. Én a tetőre is ráugrattam már. Legalábbis úgy emlékszek. Nem biztos, de... Köszönöm.
Mi nem várod meg, amíg meghal az ember? Ott is lehet faszaképpen csinálni valaki odaáll, amúgy a kerítésre. Az biztos. Azt a kurva. Ha mi kis amit csináltunk a Matyival, az jó volt, mert egymás után ugrattunk el. Aha. Na, egy telefonom van. Szakolod a sőbb, bassz meg. Többi volt a telefon, bigyar. Itt vagyok, bocsá. Na, mi van? Na. Hát telefonáltam, aztán kő menjek. Az igen, na akkor jó legyél. Majd beszélünk. Vasárnap, csáó. Ó, bassz meg, Jézus Szent Szar Mária. Azok az italboltnál kettő autó bontható. Oké, menjek. Kérsz a helyzbe, azt itt balra tudod. Meg lenne hozzá kérdésem, ha már Matyi nincs. Na mi a helyzet, bújjad? Te régi motoros vagy itt a városban. Igen. Nekem kellene át a tudás segíteni egy P1 GT-je, vagy egy Porsche GT3 High-Kid, így olcsó PZ.
készpénzzel tudnám vásárolni, hát ha van valami ismerettséged. Lehetne róla szó, hogy beszélünk? Majd egyszer. Utána kérdezik egy-két ismerősnél, többet nem tudok én se tenni. Meg ad applikációm kell hirdetni. Figyelj csak, a Matyinak lehet, hogy leírom külsőre, és akkor majd a találkozó Matyival említ is már neki, hogy akkor hát jó, tud így, hogy mi érdekelne. Köszönöm szépen. Rendben. Mit tudtok ennyit beszélni a rád? Ott a kurva életben. Jézus, atya úristen. Nem mentem neked. Hát alám menté. Mi van veled? Te mit találtál? Semmi, csak ott volt egy kis apró pénz. Gyere, elviszlek a bontható kocsiért, gyere. No. Hát azt mondtad, elmész érte, az még mindig itt vagy. Hát nem tudom, keresem. Mondtam, hogy az italboltnál van, ki össze és balra. Hát kijöttünk a helyzből, eljössz ide borra. Ja. Itt van az italbolt. Aha. Ott van-e? Aha. Ja. Nem menj, vidd el a bolt le nyugodtan. Na, lerakom ezt a vackot, visszajönk méhekhez, aztán megyünk, srácok. Aztán sajnos megyünk. Szevasztok, srácok, pucik a jók, hogy jöttek. Oké, hello. Na, szevasztok, csá, pucik a csá.